sértésnek el nyugodtan háttal. Maradj itt a... Nem jön, ez nem jön el, csak eddig megy az. Nem csak az a kamerát, jó, mert akkor meg megy. Ennyit van, ennyi zsinó. Gyere, akkor szállunk szemben. Szeretettel köszöntök mindenkit! Aki nem ismerne, Tóka László vagyok, nem adom a házam mozgalom. Egy éjségsztrájkot zárunk itt most le, és el fogjuk mondani, hogy miért csináltuk, mik a további követeléseink, és milyen akciókra számíthatunk ezután, illetve a szimpatizánsok, akik meglátogattak minket, azok a szervezetek, magánszemélyek elmondhatják erről az egészről a véleményüket a továbbiakban. Köszönöm mindenkinek, aki most ide eljött, ez egy csodálatos dolog, és nagyon örülök neki, hogy megmozdított embereket ez a kis akció, és fogjátok látni, hogy mi történt az országunkban, és mire számíthattok ezután. Köszönöm azoknak, akik részt vettek az éjségsztrájkban. Nagyon megható volt, hogy egyedül akartam elkezdeni, aztán Kollár Krisztina azt mondta, hogy na, azt már nem, ő ezt végig fogja csinálni. Mondtam neki, hogy ez 3 nap valódi éjségsztrájk, nem eszünk semmit, nincs vitamin, nincs kávé, csak tiszta víz. Azt mondta, ha én végig csinálom, akkor ő is. Tehát Krisztina volt az, aki ezt a 72 órát, most már jóval többet, végig csinálta, és alig várta a percet, hogy ehessen valamit. Azon kívül azt is terveztük, hogy nem fogunk aludni, ez teljesen nem jött össze, bevallom itt most férfiasan, hogy néha elbóbiskoltunk ülve. Voltak ilyenek, az nehezebb volt, mint maga az éhezés. Köszöntöm azokat, akik egy picit rövidebb időt vállaltak, vagy egészségügyi ok miatt, vagy azért, mert más dolguk is volt. Összesen 10 voltunk, akik legalább 24 órán keresztül itt voltunk, melegben, az esti hidegben, éhezve, nem alva, ezt megtettük. Jóval túlmutat azon, aminek ezt indítottuk, tehát ez egy nagyon kellemes dolog volt. Köszönjük azoknak, akik támogattak minket, azzal, hogy hoztak vizet, hoztak akkumulátorokat, hoztak mindenféle segítséget, néhányan kaját is hoztak, de aztán azt el is vitték, mert hát nyilván azt nem tudtuk megenni, de kaptunk például a Bíbor Lilium étteremtől egy vacsora vagy ebéd meghívást is, tehát az is egy csodálatos dolog egy 4 személyre, hiszen azt mondták, hogy ez őket is képviseltük azzal, hogy itt voltunk, őket is, ők nem tudtak itt lenni, mert dolgoznak, de azzal, hogy kiállunk emberekért, akkor minden emberért kiállunk, azokért is, akik valamiért nem tudnak itt lenni. Köszönjük azoknak a környékbeli lakosoknak, akik azzal támogattak, hogy WC és fürdési lehetőséget biztosítottak, amint látszik, én a fürdésével nem nagyon éltem. Úgy voltam vele, ha már nem eszek, nem alszok, akkor ezen már nem fog múlni, hogy megfürdök vagy nem fürdök. Itt még el vannak mellettem a többiek, tehát olyan nagy baj nem lehet ezzel, de talán a szakállon látszik, hogy ez hogyan működött. Azt vettük észre, hogy nagyon nagy volt a szimpátia a megmozdulás iránt. Nagyon sok ember keresett itt meg minket. Körülbelül 150 ember fordult meg a hét alatt, és talán akik még most jöttek ide először, és eddig nem voltak, azokról ezt nem is tudjuk, hogy itt jártak nálunk, vagy aki nem regisztrálta be magát. Tehát körülbelül 150 ember eljött, néhányan olyan, akinek konkrét problémája van, és rögtön kerestünk rá megoldást, tehát ilyeneket is tudtunk, illetve van, akivel majd a jövő héten fogunk találkozni. És ezt az éjségsztrájkot le fogjuk zárni ünnepélyesen, azzal, hogy enni fogunk. Nézzétek ezt majd el nekünk, hogy most ezt megtesszük. Mit szeretnénk ezzel jelképezni? Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon nagyon sok család van, aki 72 órán keresztül nem demonstrációs céllal nem eszik. Akinek nem jut kaja. Hát őért, őértük tegyük ezt meg, hogy mi most elfogyasztunk egy kis pogácsát, amit Szabó Zubi ajánlott fel nekünk, egyik aktivistánk, neki is köszönjük ezt. És gondoljunk azokra az emberekre, hogy ilyen mocskok miatt, akiről még ma lesz szó, vannak emberek, akik nem tudnak enni. Ez nem egy egyszerű dolog kibírni 72 órát kaja nélkül. De valaki ezt megteszi hétről hétre. És ezért kell kiállnunk másokért. Mert ezek az emberek olyan helyzetben vannak, hogy már nem tudnak kiállni magukért.
Sokan kérdezik, hogy ha mi meg tudjuk oldani a saját problémánkat, akkor miért nem hagyjuk ezt abba? Hogyha mi elmehetnénk dolgozni, mondták néhányan, mi nem dolgozunk inkább, mint ezt csináljuk. Hát őértük, azokért az emberekért, akik nem tudják már megtenni. De ezeket az emberekért mi tényleg nem fogjuk az útszélén hagyni. És amíg van lehetőségünk tenni értük, addig tenni fogunk. És mindenkitől azt kérem, hogy amikor azt mondjuk, hogy jaj, de hát nem jöttek el olyan sokan, gondoljuk arra, hogy ők már nem tudnak eljönni. De ti vagytok azok a hősök, akik viszont eljönnek és kiálltok más emberekért. Mindenki, aki nem éhezett, csak látogatott minket, az is ezek közé a hősök közé tartozik, az a körülbelül 150 ember, aki itt megfordult ma. Jöttek vagy nem csak ma, hanem ezen a héten. Jöttek Zalából, jöttek Békés megyéből, és még ki tudja, hogy honnan látogattak meg minket emberek, azért, hogy kifejezzék azt a szolidaritást, amit teszünk másokért. Meglátogatott minket több devizaadós szervezet és több civil szervezet is, néhányan majd itt fel is fognak szólalni és fognak erről beszélni, hogy mit gondolnak arról, hogy a kormány jelen pillanatban, illetve a parlament, hogy teszi tönkre az embereket, és milyen megoldást tudnánk erre tenni. És akkor én azt gondolom, ne sigázzunk benneteket tovább, hogy akkor Zoli a pogácsárat mutassuk meg, hogy azt szeretnénk elérni, hogy minden emberhez eljusson az, hogy bármikor ehessen, amikor arra szüksége van. Többiehez először. Mikor először te egyél. Nem, én maradok a végére. Mindig én maradok a végére. Ugye nem vagy éhes. Nem vagyok éhes. Köszönöm, és a többit pedig, akik közel állnak. Úgy látszik, hogy nem marad ebből a fogásából. Nem is oda fél, hogy maradjon. Tudom, magyarosan egy sör, egy kifli.